Ez itt a Kispad, a DSTV heti sportmagazinja. Köszöntjük kedves nézőinket! Hírek, tudósítások, szabadidős rendezvények hétről hétre. Lássuk a részleteket! A Mohács elleni utolsó hazai mérkőzését is megnyerte, ezzel már matematikailag is bebiztosította bajnoki címét a Dunajvárosi Egyetem DS-e asztali tenisz szakosztályának első csapata. A hétvégi sikert követően visszatekintettünk a játékosokkal a szezon mérkőzéseire, valamint arról beszélgettünk velük, milyen érzésekkel várják az NB1-es folytatást. Hazai környezetben az egyetem tornacsarnokában biztosították be a bajnoki cím sorsát a Mohács együttes ellen a Dunaújvárosi Egyetem DS-e asztali tenisz szakosztály első számú csapatának játékosai. A megmérettetést követően a csapat játékosai értékeltek. Nemes Vince a teljes szezon tekintve elégedett volt a saját és társai teljesítményével egyaránt. Azt gondolnám, igen, hogy a csapatmeccsre azt mondhatjuk, hogy ez egy sima mérkőzés volt. A Beninek volt itt párszoros meccse egyébként, de szerencsére a Mohács csak egy utánpótás csapattal jött. Bár ugye a negyedik játékosunk majdnem így is belebukott, de végeredményben nem bukott bele, azt hiszem. Igen. Úgyhogy így 18-0-ra azt hiszem nyertünk is. Ezzel matematikailag bebiztosítottuk egyébként a bajnok helyezést itt NB2-ben. Az egyéni teljesítményre pedig nekem sikerült mind a négy meccset nehézségek nélkül lehozni. A szezon az, hát így visszatekintve elég sima volt. Egyetlen egy csapat volt ugye a Nagy Kanizsa, akitől tartottunk, és ahol lehetett is egyébként félnivalunk. Ott ősszel, ráadásul úgy, hogy Éliás Attila nem tudott játszani úgy nagyon szoros meccsen, tavasszal már 13-5-re nyertünk. Az összes többi mérkőzésre azt tudom mondani, hogy ez papírforma szerint alakult. De ugye kellett ez az erős csapat, hogy biztosan meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket. A játékos úgy folytatta, a bajnoki címet követően természetesen pozitív szellemben várják az NB1-es folytatást. Ezzel a csapattal, illetve egy U21-es igazolással fogunk valószínűleg nekivágni. Hogyha így vágunk neki, akkor a bennmaradás az szinte biztosnak mondható, tehát hogy az egyértelműen minimum cél, de egy ilyen határozott középmezőny, ez a negyediktől hetedik helyig szeretnénk magunkat ott tudni. Elégedetten értékelt Jeszenszky Dániel is, aki eddig a szezon során 100%-os győzelmi arányjal szerepelt a bajnoki találkozókon. Szintén bizakodva várja az NB1-es szereplést. Olyan erősen álltunk fel, olyan erősen indult a szezon, készültünk is folyamatosan, Nagy Kanizsa ellen extrán készültünk, úgyhogy ez volt az elvárás, és teljesítettük is. 54-ből 54-et nyertem. Hát eléggé megterhelő volt, de tudtam minden héten 3-4-et edzeni, volt időm, úgyhogy abszolút meg vagyok elégedve az idei szezonomban. Visszatekintve egy kiváló szezon tudhat maga mögött, mondta Mak Benedek. Összességében nagyon jó szezonunk volt, igen, Éliás Attila a koronavírus miatt kiesett. Egy pár meccsből, pont a éles meccsekről, de hát így is hárman le tudtuk hozni, mivel én is játszottam, és hát így megjöttek. A Dunaújvárosi Egyetem DS-e asztali tenisz szakosztályának csapataival kapcsolatos híreket és eredményeket a Dunaújváros online-on is megtekinthetik a sporták szerelmesei. Április 25-én vette kezdetét a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága és a Dunaújvárosi Óvoda közös szervezésében az Ovi Foci Kupa első fordulója. A kezdeményezés a Pajtás utcai tagintézményből indult, az összes helyi és két vidéki óvoda gyerkőceinek részvételével. Gyermekzsivaj és önfelett jókedv jellemezte a 2022. évi Ovi Foci Kupa bajnokság első fordulójának rajtját. Az idei kezdeményezés a Pajtás utcai tagintézményből indult, ahol Petrás Gábortól, a DLS főtitkárától megtudhattuk. A szervezet munkatársai már nagyon várták a kupa visszatérését. Természetesen a sportkedvelő fiatalok a támogatóknak hála a szokott módon ismét apró ajándékokat, valamint ételt és italt kaptak a rendezvényen. Nagyon vártuk, hiszen az egyik legszebb bajnokságunk az Ovi Foci, hiszen minden itt kezdődik el. Tényleg azt lehet mondani, hogy itt találkoznak a gyerekek a labdával, a keretrendszerrel, hiszen egy mini focipálya van számukra biztosítva, és itt találkoznak legelőször játékvezetővel is. Nyilván a szabályokat azért nem teljes mértékben a labdarúgás szabályaira húzzuk rá, de lényeg itt is az, hogy minél több gólt szerezzél, mint a másik csapat. Úgyhogy ez a nap a legszebb napunk, hiszen ezzel indítjuk el az óvodásokat a labdarúgás irányában. Szeptemberben fogjuk tartani a második fordulóját a kupának, és decemberben a Mikulással zárjuk a
az Ovi Foci Kupa bajnokságunkat, ahol az össz eredmény alapján kihirdetünk egy végső bajnokot, aki egy garnitúra szereléssel lesz gazdagabb a szövetség részéről. A főtitkár úgy folytatta, a fiatal tehetségek számos éremmel és kupával is gazdagodnak, amellyel büszkén kezdhetik meg a leendő sportkarrierüket. Természetesen a nap végén, mint ahogy látjátok, az udvar megtelik ilyenkor élettel és játékkal, hiszen aki nem focizik, az a két csapat különböző ügyességi vetélkedőkön kell részt venniük, és a nap végén ugye az óvoda vezetők ezeket mérlegelik, az eredményeket feljegyzik, és a végén mindenki kap természetesen tőlünk egy kupát, hiszen minden óvodás csapat megérdemli a kupát, illetve minden gyerek egy éremmel térhet haza, és mutogathatja otthon büszkén, hogy ő igazi futbolista. A kezdeményezéshez a település összes óvodája, valamint a Rácsalmási és Kulcsi intézmény gyerkőcei is csatlakoztak. Ennek apropóján Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője azt mondta, munkatársaival szívügyüknek tekintik a gyermekek egészségét célzó programok szervezését, így az Ovi Foci Kupát is. Nagy szívügyem először is, hogy a gyerekek rengeteget mozogjanak, sportoljanak óvodán belül is, ezért nagyon fontosnak tartom ezeket az ilyen jellegű programokat, ahol nem csak ugye a fociról szól a mai délelőtt, hanem minden olyan ügyességi vetélkedőt beiktattunk, ami teljesen kiprovokálja, hogy a gyerek mozogjon, elfáradjanak, élvezik. A gyereknek a lételeme a mozgás, ugye az óvodai programok a mozgásra épülnek többnyire, és én azt gondolom, hogy egy ilyen dzsemborit, amikor összekomponálunk az aktuális tagovodával, mert mindig más tagovodát próbáljuk bevonni ebbe a körbe, azért itt tényleg egy komoly felkészülés történik, hogy egymásra épüljenek olyan feladatok, hogy a gyerek még bírja szuflával. Tehát az egyik mozgásos tevékenység után egy picit ülősebb, például egy rajzolási tevékenységet beiktattunk, hogy pihenjenek a gyerekek. Jelenleg ugye 12 óvodánk van Dunaújvárosban, tehát mind a 12 óvodán képviselteti magát, illetve nekem mindig is nagy vágyam volt, hogy egy regionális sportprogramot hozzunk létre, ezért meghívtuk a Rácsalmási óvisokat és a Kulcsi óvisokat. Nekem tervem, nagy tervem az, hogy több óvodát bevonjunk előbb-utóbb ezekben a rendezvényekbe. Kettőt már sikerült meggyőzni. Én tudom azt is, hogy a szállítás a gyerekeknek nem egyszerű. Tehát ha vidéki óvodák, azért nem biztos, hogy nem azért nem jönnek el, mert nem szeretnének részt venni, hanem a szállításuk a gyerekeknek nem olyan könnyen megoldott. De örülök, hogy itt van ez a két idegen óvoda, és ahogy látom, teljesen feltalálták magukat, jól érezték magukat, és én boldog vagyok, hogy az idő is beragyogott, mert azért félelmem volt reggel, hogy le kell fújni ezt az eseményt, de azért sikerült a napot elővarázsolni, biztos ez a sok kis gyerek mosoly adott neki, hogy azért elő kell, hogy bukkanjon. Nagyon boldog vagyok, hogy jól sikerül ez a délelőtt, élvezik a gyerekek, és itt ez a lényeg, hogy a gyerek élvezze. Nekünk rengeteg munka, odafigyelés, szervezés, de a gyerekekért mindent, hiszen azért vagyunk óvoda. A rendezvény rajtjára ellátogatott Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester is, aki mintazt elmondta, öröm számára, hogy meg annyi boldog kisgyermek sportol együtt. Azt gondolom, hogy elég csak itt körbenézni, és meg is fogalmazódik bennem a válasz, hiszen 14 óvodának vannak itt a gyerkőcei, nem látok olyat, aki nem mosolyogna. Nagyon tudom azt, hogy nagyon várták ezt az alkalmat, ugyanúgy a szervezők is, akinek ezúton is szeretnénk köszönni, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy hiába a nemes szándék, vagy akár a várakozók, a szervezők nélkül ez nem megy, úgyhogy én mindenkinek szeretném megköszönni, aki hozzátette ez az egész naphoz. És hát, hogy miért jó, ugye az egészséges életmódot ugye a 21. században is mindig kihangsúlyozzuk, és pedig ez sokszor kényszerből a gyerkőcök nem fogják megszeretni a mozgást, úgyhogy minden olyan alkalmat meg kell ragadni, amilyen mosolyjal, örömmel teli, és biztos vagyok benne, hogyha nem is mindenki a labdarúgásba fog leragadni majd, de ez is kedvet csinál majd akár, hogy minél több sportot kipróbáljanak, én erre buzdítok mindenkit. Azt gondolom, hogy ebben a városban vannak hagyományok, számtalan sport közül lehet választani, és legfontosabb pedig az egészségünk. Az idei Ovi Foci Kupa tehát a szokott módon rendkívül jó hangulatban indult. A kezdeményezéssel kapcsolatban további híreket és képeket a Dunaújváros online-on tekinthetnek meg a sportkedvelők. Harmadik alkalommal is nagy sikert aratott a Fitness Challenge 2022 nyílt nap. A Decathlon előtt tartott akció keretében Mihályi Fruzsina vezényletével bemelegítettek a résztvevők, majd ezt követte a Rozik Edit által tartott Capoeira aerobik edzés.
Ismét számos sportkedvelő vett részt a Fitness Challenge 2022 edzői által hirdetett nyílt napon. A minden korosztály számára kiváló elfoglaltságot kínáló kezdeményezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend a résztvevők körében. Legutóbbi alkalommal is komplex edzésprogram várta a résztvevőket, hiszen Mihály Fruzsina bemelegítő gyakorlatait követően capoeira aerobik edzést tartott Rozik Edit. A kezdeményezés részleteiről az edzővel beszélgettünk. Az egész programunk ugye februárban indult, ez most már a harmadik alkalom, hiszen úgy terveztük, hogy minden hónapban egy közös alkalmat kitalálunk és összehozzuk a találkozót a csoporttagokkal, illetve a városlakókkal, sőt most volt olyan, aki a környező városokból érkezett, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ez most ismét összejött. 15 órától kezdtünk, most Mihály Fruzsina indította a harmadik nyitott napot egy törzs és farizom mobilizációs edzésblokkal, úgyhogy utána pedig ez egy jó 30-35 percben zajlik, utána pedig jövök majd egy capoeira aerobik edzéssel. Minden edzés előtt köztudottan kötelező a bemelegítés, és ezt nagyon jól össze lehet kombinálni bizonyos nyújtó gyakorlatokkal is, ugye minden nemű sérülés elkerülése érdekében. Az edző elmondta, a capoeira aerobik az egyik leghatékonyabb testsúlycsökkentő edzésforma. Capoeira aerobik megálmodója Canik Balázs, akinél idestova 7. éve, hogy vizsgáztam oktatóként. Ez a brazil küzdősport és az aerobik elemek vegyített kombináció. Azt gondolom, hogy a leghatékonyabb testsúlycsökkentő mozgásforma. A sok rúgás, az ütések, az elhajlások nagyon jól intenzíven megtolják a pulzust, ugyanakkor a törzs izmait is nagyon jól lehet erősíteni vele. Akkor ez melyik korcsoportnak ajánlott? Hogy Balázs szavaival érjek, kortól nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott. Nyilván kezdeti szakaszokkal az intenzitást mindenki saját maga tudja beállítani, hogy mennyire esik jól neki, illetve milyen magasra tud rúgni. Többen az életmódváltás miatt érkeztek a rendezvényre, amely jelentős segítséget nyújt minden sportkedvelő számára. Farkas Attilánék kiválóan érezte magát a harmadik napon. Azért jöttem el, mert amit otthon mozgok, az szerintem már kevés. És mivel megváltoztattam az étrendemet, úgy gondoltam, hogy egy kicsit több mozgás belefér. És kipróbálom. Nekem idáig nagyon tetszik. Az edzők által hirdetett negyedik nyílt nap a Decathlon gyermeknapjának részeként valósul majd meg. A programon számos kiváló elfoglaltság várja majd az érdeklődőket. Ennek részleteiről beszélgettünk Ősi Dalmával, az áruhás sportfelelősével. Ez május 15-én fogjuk egyébként megtartani, 10 órától kezdődik majd a program, egészen 17 óráig terveink szerint. Amit igazából egész nap megtalálható lesz, lovaglásunk helyben lesz, illetve hát ez egész nap nem, mert ugye lovakat kímélni kell, nagyjából 3-4 órás időintervallumot adtunk, meg ennek lesz egy ilyen kis felfújhatós oxelópálya, itt a gördülő sportjainkat fogjuk bemutatni, illetve ki lehet a gyerekeknek próbálni, itt lesz roller, görkocsolya, stb. Ezen kívül lesz még egy biliárdfoci pályánk, itt hát ez ilyen élő biliárdszerűen egy animátorral itt együtt tudnak a gyerekek biliárdozni, azaz focizni leginkább. Ezen kívül lesz arcfestés, egész napos programként ezek lesznek itt megtalálhatók, lesz egy fenntarthatósági kvízünk, amin szeretnénk kicsit a vásárlóinkat, illetve a gyerekeket megismertetni a fenntartható programjainkkal, illetve a saját termékeink esetében is, akár az ilyen eko termékekkel, stb. Tehát ilyen lesz még a program része. Editék betársulnak ebbe a programba. Három óra magasságában tervezzük editékkel egy ilyen fél órás kis gyerek, család, anya, páros, apa, páros átmozgató tornát Edittel, valamint lesz egy freestyle bemutatunk, ahol kerékpáros fiúk fognak itt fellépni, ugratgatni, mindenféle extrém sportokat bemutatva ezzel. A Fitness Challenge 2022 töretlenül zakatol tovább. Az edzők még mindig várják az érdeklődők jelentkezését a kezdeményezés számára létrehozott Facebook csoportban, ahol a videós segítségek mellett szakmai tanácsokat is kaphatnak a mozgásszerelmesei. Ismét nagyot küzdött, de háromszoros szedben vereséget szenvedett a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület felnőtt röplabda csapata a Kecskeméttől az Extraliga helyosztójának negyedik mérkőzésén. Az eredmény ellenére a dunaújvárosi fiúknak nem lehet okuk a csüggedésre. Izgalmas meccseket játszottak, jóval esélyesebbnek tartott ellenfelükkel.
3-0-es vereséget szenvedett a DKSF felnőtt röplabda együttese hazai környezetben a Kecskemét elleni helyosztós párharcon. Bár az összecsapás esélyesei a vendégek voltak, az első felvonásban egészen 21-21-ig fejfej mellett haladtak a csapatok, de a végén sikerült ellépni a vendégeknek 21-25-re. A térfélcsere után hol a miaink, hol a vendégek örülhettek egy-egy minimális fornak, ám a valamivel koncentráltabban játszó ellenfél 22-25-re húzta be azt a felvonást is. Az utolsó játék részben már rendkívül nehéz dolga volt az együttesünknek, hiszen a Kecskemét a rutinosabb játékosainak köszönhetően egyre csak növelte az előnyét, és végül 20-25-re húzta be az utolsó párharcot is. A mérkőzést követően Tomanóczi Tibor értékelte a látottakat. Én is azt gondolom, hogy küzdöttünk végig, mind a négy mérkőzésen oda tettük magunkat. Maximálisan elégedett vagyok a srácokkal. Az a pici plusz hiányzott, ami mondjuk megvolt Kecskeméten, az most nagyon-nagyon-nagyon hiányzott. Azok az egy lépések, az az egy-egy mozdulat, az a pont annyival volt lassabb az ütésünk, mint amivel meg tudták topmítani a labdáinkat. Összességében elégedett vagyok a srácokkal, mert megpróbálták megcsinálni azt, amit megbeszéltünk. Hát igen, amikor van egy minimális létszámod, és nem tudsz belenyúlni, az azért nehéz úgy egy ilyen szintű csapat ellen végig maximálisan koncentrálva játszani, ahogy megpróbáltunk és csináltuk. Együttesünk a mérkőzést követően már a Kistext elleni összecsapásra készül, ahol az Extraliga tagság meghosszabbítása a tét. Tomanóczi Tibor ennek apropóján azt mondta, ha játékosok tudnak úgy teljesíteni, mint az előző 3-2-re végződő Kecskemét elleni párharc során, akkor lehet esélyük a jó eredményre. Azt gondolom, hogy igen, az év legfontosabb csatája, megpróbáljuk fölkészíteni a csapatot úgy, hogy igenis győztesen jöjjünk ki abból a párhazból, de hát tudod Tamás, a labda gömbölyű, másnak is pattahat jól, bízom benne, hogy nekünk fog jól pattanni. A vereség ellenére a DKSF felnőtt röplabda együttesének nincs oka a szégyenkezésre, hiszen igencsak meg tudta nehezíteni az előzetesen jóval erősebbnek titulált Kecskemét dolgát. Tomanóczi Tibor vezetőedző ennek apropóján azt mondta, továbbra is fejlődni, építkezniük kell. Kedves nézőink, sportműsorunk végére értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Az ismétést követően jövő kedden jelentkezik újra a Kispad. Sportoljanak, de vigyázzanak magukra és egymásra is. Viszontlátásra!